Nem a legjobb előjelekkel utazott a 4 meccses idegenbeli sorozatot lezáró békési találkozóra a Blue Sharks. Az utolsó edzésen eltört Singer Zoltán orra, Szondi Ákos térd, Mokánszki Máté pedig bokasérülés miatt hagyott ki edzéseket. Ezúttal jól kezdtek a cápák, de a tetemes előnyből az első negyed végére csak 1 pont maradt. A második 10 percben újabb 2 pontot tett hozzá előnyéhez a vendégcsapat, amely 8 pontos vezetéssel kezdhette a záró negyedet. A hazaiak azonban fordítani tudtak, de a nyíregyháziak visszavették a vezetést, és végül 8 pontos sikert aratva szerezték meg 13. győzelmüket a cápák. Elég nehezen dőlt el a mérkőzés, illetve a mérkőzésnek volt több olyan szakasza is, amikor megint vezettünk, és megnyugtatónak tűnt ez az előny, de úgy veszem észre, hogy akkor kezdünk egy picit megzavarodni, és mindig visszaadtuk ezt az előnyt. Végérvényesen úgy gondolom, hogy a negyedik negyed második felében dőlt el, amikor Olá Zoli 2 olyan támadó lepottanót szedett, ami meghatározta azt, hogy mi is lesz a mérkőzés végeredménye, és megfelelőképpen vissza tudta tenni ezeket a labdákat, illetve sikeresen fejeztük be utána a támadást, illetve a legvégén Czura Attila, Olá Zoli és Nagy Krisztián is szépen hozta azokat az akciókat, amiket egész mérkőzésen elvárhattunk tőlük, és ez eredményezte azt, hogy a végén már talán azt mondom, hogy megnyugtató volt az utolsó perc, amikor is már közeledtünk a végéhez. A végül 10 pontig jutó Olá Zoltán szerint is nagyon meg kellett harcolniuk a győzelemért a tabella alsó harmadába tartozó Békés otthonában. Nagyon nehéz volt a mérkőzés, sokat küzdöttünk. Az elmúlt időszakban idegenben játszottunk, ahol sok vereséget szenvedtünk, de tudtuk, hogy ha összeszedjük magunkat, akkor fogunk nyerni Békés ellen is, és nem volt más kérdés, csak a győzelem. A piros csoport tabellájának élén az Oroszlánnyal 18 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve a 15-4-es mutatóval rendelkező Veszprémet. A Nyíregyháza Blue Sharks 13 győzelemmel és 7 vereséggel a 3. helyen várja a PVSK vasárnapi vendégjátékát.